Tiszteletel és szeretettel köszöntök mindenkit Kecskeméten, örülök, hogy újra egybegyültünk, és a három gúnár rendezvényközpontban a hármas menedékről tudunk beszélni. Az egyik gúnár a Butha, a másik a dharma, a harmadik a szanga. Mi történik, amikor a menedékről, erről a hármasságról beszélünk, hát annyi hármasság van az életünkben, az első az egyénnel kezd. Tehát maga a buddha az egyén. Az egyén, aki lélek a testben. Az individuum, aki rálát önmagára, és azt mondja, hogy én. Ez az individuum kikerült az éntelenségből azzal, hogy azt mondta, hogy én létezem, én vagyok. És ezt joggal tesszük, hiszen leszülettünk, felvettük a testet, amit anya és apa adott nekünk ez az egyén az, aki a legnagyobb terhet viszi a saját önképével, és ez az egyén az, aki fölébredhet, mert ezt az önképet levetheti, és visszajuthat intelen, tiszta önvalójához. Ehhez mit kell megtalálnia? Meg kell találnia a második gúnárt, azt a menedéket, amelyet a darmának hívunk. A darma az a működés, az a törvény, amely összeköt minket a világgal, Beleértve a másik embert is. A jó hír az, hogy a darma, mint tan, mint törvény, mint működés nem függ az egyéni véleménytől. Általában rontani szoktunk rajta, hogyha véleményezzük. Leválasztódunk róla, hogyha bármiféle én falat építünk. De a törvény az úgy véleményfüggetlen, hogy működik. Ha tudunk róla, és működik, ha nem tudunk róla, akkor is. Teljesen mindegy, hogy az ember tanult a földrajzot, környezetismeretet, azt látja, hogy az eső lefelé esik, átitatja a földet, vagy városban befolyik a csatornába. A természet hatalmas tanítónk, mert a természetben a darma akadálytalanul működik. Nincsenek énségek, egoitások, amelyek ezt megakasztanák a természetben van egy olyan működés, amit a csak cselekvésnek mondhatunk. Érdekes módon az ember a saját leválasztódott énségével, egóképével ezt ösztönösen nem tudja. Nem tudjuk, mert beleakadunk a saját ideáinkba, szeretem, nem szeretem dolgainkba, a múlt, a jelen, a jövő fogságába, és ezekért nagyon-nagyon drága árat fizetünk, és az illúziókért a valósággal fizetünk. Ez fordítva is igaz, a valóságért az illúziókkal lehet fizetni. De az a kérdés, hogy erre készek vagyunk-e? Készek vagyunk-e, ez csak azt tudja eldönteni, aki már szenvedett eleget, akinek már több szempontból elég volt. Elég volt-e a téves nézetekből? Elég volt-e a kapcsiságból? Elég volt-e a haragból? Mindenki, különösen a mostani érában ragaszkodik ahhoz a kicsi kis komfortzónájához, ami még úgy maradt. És kiderül, hogy ez sincs biztonságban. Főleg magunktól. Saját magunktól, egymástól. És itt jön a harmadik menedék, az a gúnár, amelyik a legnehezebb, legnehezebb megfogni, legnehezebb a hangját hallani, ez a szanga, ez az embercsoport, a tanítványi közösség. A maha szanga az összemberi közösség, azok, akik valahogy az úton járnak. Azért valahogy, mert tudatszintünk mértékében járunk az úton, helyesen vagy helytelenül. Még azok is a maha szanga tagjai, akik állandóan buknak, és az út szélén hevernek, hol a jobb szélén, hol a bal szélén. De valamitől mindig részegek. Részegek a véleményektől, részegek a túlzásoktól, részegek a projekcióktól, részegek a múltra, jelenre, jövőre szakadságtól, és ebből a mámorból kellene fölébrednünk. A felébredés közvetlen megnyilvánulása a középút. Az a középút, amelyet oly nehéz elérni, hiszen épít van előttünk és eseménytelen, szemben a szélsőségekkel, amelyek nagyon nagy vászonra vetíthetők ki, és rengeteg energia van bennük. Feltetted-e valaha azt a kérdést, hogy miért szeretjük a szélsőségeket ennyire szóban, tettben, érzelemben, gondolatban? Mert megéljük benne azt a polaritást, azt az energiát, amelyeket dualitás nélkül nem lehetne. De a megélés, ennek a szükségszerűsége, az emberi miatt tapasztalásra, az nem jelenti azt, hogy ezeket ne kellene meghaladni, vagy ne lehetne jobban felhasználni. És így az egyénnek vissza kell jutni egy kicsit ahhoz az önmagához, amelyről nem is hitte, hogy van, de mégis ez az, ami lát a szemével, hall a fülével, érez a szívével, gondolkodik az elméjével, és akkor is létezik, ha nem mondja, hogy én. Akkor is létezik, ha nem gondolkodik, és így integet dékártnak, hogy bizony nem gondolkodom, de jól vagyok. Sőt, nagyon jól vagyok, mert nem gondolkodom. Képzeljük el, hogy a parkoló autó tiltakozna, hogy engem ne tessék nullába tenni, kiveltni a sluszkulcsot, becsapni az ajtót, én menni akarok, én mozogni akarok. Állandó jelleggel haladni valami felé. Na ez az elme. Még álmodban is ezt csinálod. Nehogy egy picit kikapcsolj, mert az életélmény megszűnne. Azt hinnéd, hogy a semmibe zuhansz, mert épp nem gondolkodsz, pedig csak pihentél egy kicsit. Tehát az egyénen van egy óriási felelősség, mert helyetted senki nem ébredhet föl, helyetted senki nem határozhatja el magát, helyetted senki nem gyakorolhat. És ha ezt el is döntenéd, ha rossz törvényt, ha rossz tanítást választasz, amelyben több az illúzió, mint a valóság, akkor rossz lóra tettél, és csinálod, 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 de a legrosszabb pillanatban hagyott, a legkeményebb válsághelyzetben válik használhatatlanná. Amikor a legjobban szükséged lenne rá, akkor így köddé foszlik, és vége, ott hagy. És mi az, ami erre nagyon jó ráébreszt, ez a szanga, a közösség maga. Legyen ez egy szál intim kapcsolat, egy párkapcsolat, vagy egy több szereplős intim kapcsolat, család, és akár egy csoport, ahol ugye szerződés szerint akaratból társulunk, nem pedig vérségi kötelékek alapján. De egymást tudjuk segíteni, ha egymás tükrei vagyunk, és egymást tudjuk akadályozni, hogyha egymás falai vagyunk. Ki is tudjuk nyitni az utat egymás előtt, és le is tudjuk zárni. Mi a különbség? Az, hogy őszinte vagy-e vagy sem. A meditációs technikák nullpontja a saját magadhoz való őszintesség. Ha, ha, nem mersz látni belül, akkor az összes technika hiába való. Legyen az a legavatottabb, patriarchális vonaltól, bárkitől, akinek tényleg hagyomány hitelessége és elérése van. Ha te nem mersz látni, ha nem csak a faladat vastagított, mert jó buddhista vagy, csak mantrázol, csak leborulsz, csak ülsz, de valójában belül nem történik semmi, mert egy izmust gyakorolsz ahelyett, hogy kinyitnád a lelkedet. Ahelyett, hogy az önvédelmi mechanizmusaidat szépen engednéd eltűnni. A meditáció alaptechnikái, amelyet a zen is gyakoroltat, azok alkalmasak erre. Tehát alkalmasok arra, hogy a fogalomalkotó, megkülönböztető, és tárház emlékező tudatosság akaratlagos működését te felfüggeszt. A spontán működése ott lesz egy ideig, ez egy hosszú óta, hogy teljesen ki tud kapcsolni mind a hármat, több év. De egy pillanatra mindenki megteheti. Figyelj jól! Amikor ezt a hangot hallod, egy pillanatra nincs gondolkodás. Megszűnik a fogalomalkotás, a történetgyártás, megszűnik a megkülönböztetés, a jó és a rossz létrehozása, és megszűnik a múltra, jelenre vagy jövőre való emlékezés. Igen, hölgyeim és uraim, így van, a jövőre is emlékszünk. Az csak itt, ebben a lineáris vagy ciklikus, kontinuumban tűnik úgy, hogy a jövő még nem jött el. A jövő már itt van, csak még az érzékszerveink előtt nem fette föl magát. A pillanat az, ahova a jövő összes szála eljön, hogy megteremtődjék. A pillanat az, ahova a múlt összes szála eljön, hogy feloldódjék. És mi folyamatosan csomókat kötünk erre a pillanatra, nehogy a múlt feloldódhasson a jövőben. Tehát bezárjuk egymást, bezárjuk magunkat a téves nézetek börtönébe. Ha megnézed, ennek a világnak semmi baja nincs. Sem az éghajlatnak, sem a környezetnek, sem a halaknak, sem a csirkéknek, sem a disznóknak. Nekik nincs bajuk. Nekünk van bajunk. Embereknek mert nem jöttünk rá az egyén szabadságára és felelősségére, nem ismerjük meg a működést, a törvényt, a darmát, mindig részigasságok kellenek, mert az ugye kényelmes, és nem vagyunk hajlandóak megfelelő módon társulni, egy olyan szangát, olyan csoportot, olyan társulást létrehozni, ahol kibomlik mind a négyféle karmánk, és megtisztíthatjuk. Mi ez a négyféle karma? Egyéni, Város, család és csoportos, ahogy ezt az előbb említettem. Tehát feladat, hogy minőséget adjunk a tudatunknak, feladat, hogy értelmet adjunk az életünknek, feladat, hogy segíthessünk másoknak, mert különben mi sem kapunk segítséget. És a három egy srófra jár. A tudat minőséget dönti el, hogy látod-e a törvényt, és fel tudsz -e oldódni úgy, hogy az énségednek ez a nagyon szilárd, ilyen titániumszerű, szilárd burkolata, ez így eltűnik, és a határaid ugyan maradnak, de a korlátaid azok megszűnnek. A jó hír az, hogy erre képesek vagyunk, rossz hír nincs, csak munka van. És hogyha ebben segíthetek bárkinek, akkor tegye föl az ezzel kapcsolatos kérdéseit az édesanyámról van szó. Szeretem, gondoskodok róla, bejárok ő hozzá, vásárolok, és amikor leülünk beszélgetni, 10 perc múlva feszültség van, és zavaró számomra, mert néha túllépek a határon, és nem volna szép dolog ez, és akkor vagy nagyon csendben maradok, és hagyom, hogy akkor ő érvényesüljön, vagy ha, ha visszaszólok, akkor, akkor további feszültség keletkezik, és, hol a és, határ? Egy, és egy anyával nem volna szabad. Hol a határ? Azt mondod, túllépsz egy határon, ez hol van? Az, amikor belülről úgy érzem, hogy ez már sok. Igen, szép. de neki hol van a határ? Azt nem tudom őnek. Néha túllépi. Ha az ő határait nem látod, akkor nem tudsz neki érdemben segíteni. Akkor csak a sajátodat látod. Igen. Hát így ránézésre legalább 60 éve ismeritek egymást. Igen. Vajon nem. Eddig nem derült ki? Volt mindig. Volt mindig, de most valahogy szorosabb, mivel ő idősebb és Persze. rendszeresebben be kell járjak. Kérdezned kell együttérzően, nyitott szívvel. Anya, mit érzel, mondd el? És ez azért kell, mert az érzéseinket fejezzük ki a legnehezebben, amikor idősebbek vagyunk. Mert azt érezzük, hogy néha a saját családunk se kíváncsi ránk. Mondtuk 80-90 évig. És ki van itt? Ki van mellettünk? És milyen minőségben? Ki az, aki tényleg meghallgat minket, mert érdekel? Úgyhogy beszéltesd az érzéseiről, mert ott lesz a titok. Ott lesz az, hogy ő hol húz határt magának, ahol az énje még a komfortzónán belül van. De aztán mihelyt a realitás kilendíti onnan, Azonyomban feszültség van, mert nem az történik, amit ő szeretne. Régi családi problémák jönnek ilyenkor a tudattalamból a felszín felé, de nem engedjük oda, mert már 30 éve nem engedjük föl, mert már 40 éve nem beszélünk róla. És ilyenkor akár a kérdéssel, akár egy régi történet felemlítésével, nem felhánytorgatásával lehet oldani lehet oldani azt a feszültséget, ami az öregkornak a magánya. Még akkor is, hogyha a család körül vesz. Miért? Mert hogyha nem értik és nem érzik, hogy ez az időskor mit jelent, akkor olyan egyedül van, hogy ez kifejezhetetlen. A családon belüli magány ugyanúgy létezik, mint párkapcsolati magány, amikor egyedül van. És ez nem a fizikai jelenléttől függ. Ez attól függ, hogy van-e akár egy ember is, aki nagy részt átérzi azt az állapotot, amelyben ő testileg és lelkileg van. És ha ez az együttérzés nincs meg, ott a fal, ott a magány, ott van az elidegenedés belül. Ezt kell oldanod, és akkor ez a feszültség megszűnik. Egy feszültséget nem tudsz megszüntetni, és ez egyre jobban jön, ez a halálfélelem. De az összes többit igen. Mindaz, ami a család múltjából még nyomja a lelkét. Ki fog jönni akkor, hogyha megkérdezed, hogy hogy érzed magad, mire gondolsz most, mi jut az eszedbe? És türelem, várj. Nem a legfontosabbat mondja először. Azt fogja mondani, amivel egy-két percig téged elfoglalhat, és várja azt, hogy témát válts. Szépen szeretetteli ragaszkodással maradj fókuszban, és látod, hogy ott a teher. Engedd, hogy megszabaduljon tőle. Jó? Köszönöm szépen. Szívesen. Egyéb kérdés? Gyermekkoromban sokszor tapasztaltam azt az érzést, hogy megijedek feladattól, ami előttem áll. Ez sokszor olyan szintre ment, hogy kétségbe esettem, kértem a segítséget a feladat megoldásra. Ha egy matekháziról van szó, akkor ennyi, de bármi mással kapcsolatban. Kérdés segítséget. Szüleimtől, akiktől nem kaptam. Egyiktől sem? Egyiktől sem. Egyenlő mértékben nem kaptál segítséget? Ö... Igen, nagyjából igen apámtól inkább erőteljesebben kaptam a nemet, az édesanyámtól pedig egy kicsit szelidebben. Ez látszik. Ez főleg apasebb, amit hordozó, és le kell választódni a szülők karmájáról, hiszen azért elég régóta nagykorú vagy. És ezeket, hölgyeim és uraim, nagyon hordozzuk magunkban. Elképesztően belénk tud ez égni. Tehát az apai elismerés hiánya az azt jelenti, hogy nem leszünk sikeresek, nem leszünk a világ működésével úgy összhangban, hogy ténylegesen kreatívak, teremtőek legyünk, az apai energia nélkül a teremtőség, a kreativitás nem tud kibontakozni. Aztán nem tudom, hogy mit csináltam, folytatódik a kérdésem, mert sikeres lettem, mások szemében segítő, megbízható, támasza a környezetemnek, a családomnak. Három hónapja halt meg a férjem, és most újra érzem azt, hogy az előttem álló ezzel kapcsolatos feladatokban törelő a méről ez a nem tudom megoldani, nincs segítségem, nagyon nehéz nekem egyedül vagyok című történet. Nézd, itt a férfi arhetipus ugye váltott apáról férre, teljesen egészségesen, amikor te nagykarúvá váltál, elindultak a párkapcsolat keresések, és akkor egyszer csak kikötöttél a férjed mellett, meg melletted. A kreativitás egy újabb fázisát éltétek át, gyermeketek van-e? Gondolom nem is egy, úgy-úgy. Tehát itt kétszer teljes kreatív üzemmódba ment át apuka, hogy a gyerek létrejöjjön, és te ezt átélted, mint anya. Ez fantasztikus. Viszont amikor a férjed elhalálozott, akkor ez az energia megint csak elment mellőled, és most már, még hogyha fiúgyermek is van a kettő között, amit remélek, igen. legalább egy. Egyik, igen. Ahogy, nagyon jó. Uh, ezt már saját magadból kell elővarázsolnod, és ehhez nem árt a család férfi vonalát letisztázni belül. Ez az ősiség, a családi karma fölfelé menő rétegeinek a letisztázása. És a tiszteletadás a te apád, a nagyapád, az ükapád előtt, az azt jelenti, hogy mentálisan, az arhetipusok szintjén belül újra egyé válsz a család férfi vonalával, és el tudod sajátítani azt a teremtő energiát, amely az arhetipusban le van kötve, és kell egy külső képviselő, aki ezt kinyitja. Hát kinyitotta egyszer apa, kinyitotta egyszer a férjed, és már nincs több. Ezt belül mentálisan meg kell tudni oldani. Köszönöm. Szívesen. Hátul. Nekem az a problémám, hogy engem apám nem akart, minden megtett, hogy ne szülessek meg. Nem szerettem semmit befejezni. Legyen Ezen. az egy rajz, vagy bármilyen már teljesen sikerekkel kecsegtető nagy munka. Az utolsó pillanatban mindig el, elbuktam. Olyankor, amikor a labda magától is begurult volna a kapuba, mindent megtettem, hogy ez ne sikerüljön. Hát nem konkrétan, de hát az életem. A baj én is benne voltam. Amikor ezt apád előtt csináltad, meg kisebb korodban, mi volt az eredmény? Jó fiú akartam lenni. Uh -huh. És most is. Tehát az ember még 70 évesen is mindent megtesz, hogy az apja végre szeresse. Igen. Ha meg nem, akkor buta módon lázad, önsorsrontó módon lázad. Tehát belül három dolgod van, mert azért ha él édesapád, ha nem, nem, azt az apaképet, akit te őrzöl magadban, azt el kell engedni, az már nincs úgy. De az elméd még őrzi. Mert még lejátszatlan elképesztő meccseitek vannak, elárulom, nem is fogjátok lejátszani ezeket. Tehát a három dolog, amit meg kell tenned magadban, az első, az a köszönöm és a hála. Miért? Mert akármi történt is, te megszülettél és egészségesen születtél, akármit csinált apa, ezt megcsinálta, itt vagy. És az Igen. élet elképesztően értékes. És azon kívül is csinált olyan dolgokat az apád, amelyek előnyödre váltak. És ha ezt nem tette volna, nem nőttél volna föl. Meg kell nézni, hogy egy csomó mindent nem tett, ami a károdra lett volna, Úgyhogy egy csomó mindent megtett, ami az épülésedre szolgált, még akkor is, hogyha te ezt nem érezted szeretettelinek. Tehát fel kell tenned a kérdést, hogy miért lehetek hálás apámnak? És így elkezd pörögni a lista lefele. Ezt meg kell tenned belőle. Ezt megköszönöd, és amit nem tudod megadni, arról lemondasz. Mert különben folyamatos lenne az igény. Az az igény, hogy ezt apa még meg kellett volna adnod nekem, és megcsesztek, és ezt nem lehet már lejátszani. Vége. A második az a megbánás és a megbocsátás. megbánni azokat a hibákat, amelyeket te elkövettél, és megbocsátani azt, amelyet ő követtett el ellened. És erre nem azért van szükség, hogy te ilyen kis erkölcsös címkét ragasszál magadra, erről jobb leszokni, amellett, hogy erkölcsösnek és etikusnak érdemes lenni. Erre azért van szükség, mert a tapasztalásnak mind a pozitív, mind a negatív polaritását ki kell szedni az azonosságrétekből, hogy utána ettől az apaképtől meg tudsz szabadulni. Miért? Mert már nem valós. Már nincs úgy. És amikor ez a kettő megvan, akkor az útrabocsátás, illetve az Isten hozzád, az elkövetkezik. Isten veled, apám belül, ez az apa így, ahogy én már őrzöm, nem létezik. És most tudtam neki búcsút mondani. És ekkor ez az elköszönés azt jelenti, hogy a valós apádhoz visszaérsz. Aki ha él, még testben, akkor visszaköszön, mert már sokkal jobban látod a múlt szennyeződéseitől mentesen. De ha az első kettő nincs meg, akkor a harmadik sincs meg, mert a Jancsi szögnek mind a két szárát be kell hajtani egyenesbe, vissza, ahhoz, hogy kihúzhassd az énséget az azonosulás állapotából. És a tapasztalatot tisztán lásd. És ez a tisztánlátás a legkeményebb kérdésre spontán választad, miért születtél hozzá. Miért születtél apádhoz és anyádhoz. És ez a meditációs praxissal, amit elmondtam, mind elvégezhető. Mielőtt valaki ilyen igényen lép föl, tudósítom, hogy a zenben az alapokat tanítjuk. Azt az alapvető tiszta tudatot, amelyel te magad ezt a munkát belül elvégezheted. És erre van szükség ahhoz, hogy te egészséges légy hogy te haladhass az úton, és ne állandóan több sebből vérezzél, mert még apa és anya felé különböző igényekkel te fellépsz. Úgyhogy tessék elvégezni ezt a munkát, és megszabadulsz. Köszönöm. Szívesen. Én egy keresztény családban nőttem fel, és most euh, tudtam meg úgy, hogy mi az a buddhizmus, meg ilyenek, de én egy nagyon empirikus ember vagyok, és mindig keresem ugye a bizonyításokat, meg ilyeneket, ezért is nem találtam magam a kereszténységbe, mert nincs ugye bizonyíték, hogy van Isten, meg ilyenek. Arra És sincs, ab... hogy nincs, vigyázzál. Ja, tudom, persze! Jó, tehát ez egy hatalmas kérdője, ugye? És hogy ő, az a kérdésem, hogy az ilyen a buddhizmusban ez a karma, szamszara ezekhez most hogy kell viszonyulni? hogy ezek most... Óvatosan! Viszonyuljunk nagyon óvatosan a karmához. Tudod, mi a karma, fiatal barátom? Hát, ilyen parasztosan elmagyarázva tudom, hogy a. Engem nagyon érdekel. Magyarázd el nekem parasztosan, mi a karma? Hát az, hogy a ö, cselekedeteink hatással vannak ránk, nem? Csak ránk? Ha, meg másokra? Na akkor. alakul. A cselekedeteinek van előzetese? lehet, nem tudom. Óvatos vagy. Jól tanulsz. Van-e olyan, hogy okozat ok nélkül? Nincs, mindig ok okozat. Akkor jól követed az empíria nemes tudományát. Tehát a karma, az az ok és okozat. Cselekvés és következmény, gondolat és következmény, érzelem és következmény, beszéd és következmény, összes érzékszervi hatás és következmény. Ez a következmény egy következő karmának az okává kiinduló pontjává válik, amely így ismét gyümölcsöt hoz. Ennek a körforgásnak a neve, ahogy ez egymásba áramlik, ezt hívják szamszárának. Aha, tehát ezt most úgy, nem úgy kell felfogni, mint ahogy mondják, hogy ez izé ilyen pokol, meg mennyország, meg ilyenek, hogy megy körbe-körbe, vagy így kell? Hmm, miért ne fogjuk fel így? Ez, ez, ez nem lenne jó, hogyha így fognánk fel? Nem tudom. Meg ugye más tradíciókban... Tehát keresztény családban nevelkedtél, mert mit szeretsz? Poklot, mennyországot, közte hát, te... valamit, purgatóriumot, paradicsom, paprika. Mit, mi, mit szeretsz? Hát egyiket se úgy Egyiket a... se? Most már abban De miért hiszem... nem? Hát... Az empíriával nem fér össze? Nem tudom. Én most jelenleg azt hiszem, hogy halálunk után nem vár semmi. Én meghagylak ebben a hitetben, hiszen fiatal vagy. Az is lehet. De az empíriával nyugodtan dolgozzál, hogy amit tapasztalsz, azt elhiheted. Hogyan tapasztalunk? Testben és lélekben, ugye? És mi az, ami ezt a tapasztalást látja? Kérdezlek. Na, tessék az empíria útján úgy tovább menni, hogy a tapasztalót próbálod tapasztalni. Oh. És a zen az itt kezdődik. A zen nem foglalkozik Isten létével, vagy nem létével, vagy az Istenek, Panteonok létével, vagy nem létével, ez mind következmény, egy tudati magatartás, az az a hitéletünk következménye. De itt a hívőről, a tudatról van szó, amely vagy hisz, vagy nem hisz. Úgyhogy, ha ezt tapasztalni akarod, akkor ezen az egyik lehetősége annak, hogy tapasztalj. Két dologra viszont figyelmeztetlek. Az egyik az illúzióvesztés magaddal és a világgal szemben, mert ez elkerülhetetlen lesz. A másik pedig a tapasztalat elől kitérés lehetetlensége. Tehát azért jó az empíria, mert amit tapasztalsz, az a tiéd, És hogyha ezen az úton haladsz, akkor az összes illúziót elveszíted, tehát a felébredés felé mozdulsz. És ehhez nagyon komoly bátorságra van szükség. A válasz végén elmondom neked a Zen három alapelemét: nagy hit, amely azért nagy, mert nem dogmatika, hanem tapasztalati alapú, a nagy kérdés, amely nem tízezer részlet, hanem egy legfontosabb pont, és a nagy bátorság, amelyel keresztül mész a lélek dzsungelén és sivatagán egyaránt. És a nagy kérdés pedig, mi ez? Mi ez, ami lát a szememmel, hall a fülemmel, érez a szívemmel, gondolkodik az elmémmel, és hogy hallhattátok ma, ki mondja azt, hogy én? De úgyis nagyon jól el van, ha nem mondja ki azt, hogy én. Sőt, lehet, hogy jobban. Az eredeti kérdés úgy hangzott, Hui Neng a hatodik pátriárka által, amikor nem gondolsz jóra és rosszra, mi az eredeti arcod? Aztán ez rövidült le ezzel a kérdése, ami a koreai zenben már kibővítette, így szól, ülve, állva, járva, fekve, alvásban, ébrenlétben, mozgásban és nyugalomban, folyamatosan, megállás nélkül, mi ez? Ez a kérdés, Koreel a jelenségek eredete, minden empíriának a gyökere, mert ezzel tapasztalhatod a tapasztalót, hogy ennek pontosan milyen az íze és milyen az élménye, még ha el tudnám mondani, akkor sem mondanám el. De szerencsére nem lehet hitelt érdemlően elmondani, csak egy picit körülírni. És ebből a körülírásból most számodra szerintem pont ennyi elég. Köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés. Mi a kasát színének a jelentése? Ilyen volt a bódba. Ez egy zenmesteri kasa, az a narancs szín. Tudom, hogy kicsit több értelmű lehet a narancs, mert ilyen divat szín lett a mostani időkben. De ez a, ez a régi tanítói vagy pátriárkai színvilág, és Hát ezt úgy az emmesterség megkapása után 5-7 évvel lehet úgy szépen fölvenni, hogy ne legyen rá túl nagy. Úgyhogy én 2017-ben kaptam az emmesteri címet, és most eljött az alkalom, hogy felavassam, és felavattam a kasát most itt nektek. Köszönöm a választ. Szívesen. Azt szeretném megkérdezni, hogy ez a fölébredés csak egyéni úton, tud menni. El tud menni helyetted valaki kakilni? Ha neki kell, akkor igen. Annyira okos szeretnél lenni, de látod, hogy nem sikerül? Igen. Tehát a karmától más meg tud szabadulni? Nem. Na végre, ez inkább egyértelmű számodra, pedig hidd el, az előző is az volt. Tehát, ha az egyén nem veszi a saját szabadságát, lehetőségét tudomásul, ez pedig a felébredésre való képesség, ma hajánál úgy hívják, hogy buddha természet, akkor a felelősségét sem tudja vállalni a világban. Tehát nem tudja, hogy valójában mi a dolga itt, miért született meg, miért nőtt föl, miért van két keze, két lába, két szeme. Fogalma sincs, mert nem ébredt föl önmagára, és Világos, hogy a közel 8 milliárdnyi humánnak a többségét nem ismerem, de eredmény szinten tapasztalom, mint ahogy mindannyian tapasztaljuk, hogy milyen karmát zúdítunk egymásra. Ennek az empirikus tapasztalati ismeretnek a birtokában mondom elég bizonyossággal, hogy nem állunk jól. Tehát sokkal több szenvedést teremtünk, mint amennyi megvilágosodást, sokkal több dű, kapzsiság és téves nézet van, mint felébredés, együttérzés és bölcsesség. Hogyha több lenne, én munkanélkül lennék. Nyugodtan hazamehetsz, nézd a kis sorozatodat, edd meg a vacsidat, aludjál nyugodtan, és holnap boldogan menj be a munkahelyre. De nem ez van. Nem ebben a helyzetben vagyunk. Ezeket mind megcsináljuk, de jobb híján. És nem azzal az érzéssel, hogy az életünk teljes, vagy a világunk tökéletes. És az ember létmódja ezen a bolygón valahol nagyon törvényszerűen ez. Miért? Mert ez a bolygó tökéletes tükör nekünk, embereknek. Semmi más nem csinál a Föld, mint szavak nélkül, a működés szintjén tükrözi az emberi karmát tűpontosan, kihagyás nélkül, tökéletesen. A Föld nem büntetőhely, nem paradicsom, nem a legutolsó ö, tábor a galaxisban, ahol csak büntető ö, ugye, intézkedések vannak. Hallhatsz ilyen New Age, meg egyéb dolgokat, meg különböző idézeteket, hogy a Föld az egy ilyen hely, a Föld az egy olyan hely. Nem a Föld olyan, ami ennél tesszük. Pontosan azt csinálja a Föld, amit mi. Tehát, hogyha bármi problémánk van az itteni életünkkel és környezetünkkel, magunkban kéne keresni a hibát. Azt kiavítani, följebb ébredni, egyé válni a természet működésével, ténylegesen megismerni egy másik ember tudatát, lelkét, és akkor egész más minőségben tudunk Viszonyulni a földhöz és egymáshoz egyaránt. Tehát a lehetőség adott, de ezt az egyénnek föl kell ismerni, az ezzel kapcsolatos felelősséget magára kell venni, és hogyha ezt megtette, akkor haladhatunk együtt az úton. És mivel az egyén az énség, az alapértelmezett egység a társadalomban, a családban, a párkapcsolatban, ezért ezzel kell dolgoznunk. Mindegy, hogy hány önképet van, hogy hány énséget tapasztalsz magadból, hogy szerepekre bontod-e magadat, vagy sem. Az egyén az alap. Te vagy az alap. Rajtad kívül sem a szabadságodat, sem a felelősségedet nem gyakorolhatja senki. És ha ilyen szemszögből körülnézel, még egy fokkal gyászosabb a helyzet. Mert a felelősségünket olyan gyorsan és könnyen át akarjuk ruházni másra, de ezzel a szabadságunkat is elveszítjük. Ott, ahol egy picit könnyebbnek tűnik az életed, ott gyanakodj, hogy valamit nem jól csináltál. Ott, ahol megnehezíted a saját életedet és másét, ott biztos, hogy nem csináltad jól. A középút az, hogy szabadság és felelősség ugyanannak az éremnek a két oldala. Nem nehéz, nem könnyű, csak tenni kell, és ez nagy részt nincs meg. Tehát annyi felelősséget akarunk kitolni a rendszerbe, az infrastruktúrába, a világba, más csoportokra, hogy a szabadságunk alig marad. Milyen egyszerű, hogyha például tartasz egy kutyát. Ha a kutyáért te válasz felelősséget, te eteted, itatod, takarítod, sétáltatod, orvoshoz viszed, akkor te vagy a kutya mestere, gazdája. Szabadon rendelkezel a kutya fölött, mert felelősséget vállaltál érte. És érdekes, hogy ezt az állattartás szintjén elég jól belátjuk. De minden így működik. Minden. Úgyhogy igen, az egyénnél kell kezdeni, és az egyénnél kell befejezni. A kiindulás az önkép fogsága, és a, az omega az önvalónak a szabadsága. Leegyszerűsítve a képet. Igazából, ha segítőkész vagy, akár csak egy picit is, akkor látod azt, hogy nagyon mélyen össze vagyunk kötve. Az, hogy itt egyénként meg vagyunk különböztetve a másiktól, ami egy jó dolog, az nem jelenti azt, hogy az emberi lényegünk ne lenne közös és amíg akár egyetlen ember is szenved a szamszára fogságában, addig jöjjek én vissza megszabadítani őt, ezt mondta őszentsége a 14. dalai láma, és ő még él, ő testben van. De ezt ő saját magára vonatkoztatta, mert azért ő a bóthiszatva útnak egy elég komoly fokán áll. És aki ezzel nem tud azonosulni, az nehogy itt dogmatikaként bevállalja, mert akkor dupla csavar és kettős öngól. Ott kezd, ahol vagy. Ezért mondtam, hogy merj őszinte lenni magadhoz, de ne ragaszkodj a karmádhoz. És ekkor tudod meghaladni azt, aki vagy, önképnél kezdesz, önvalóig eljutsz, és visszajössz azokért, akik még fogságban vannak, hiszen a családtagjaink azért elég fontosak. A csoport, a társadalom tagjai szintén fontosak. Az embertársaink akármilyen csoportban éljenek, szintén fontosak. De ebből te annyit vállalj, amennyit jó szívvel tudsz. Mert ha nem, akkor csak ilyen mesterséges robot kultúra lenne belőle. Jó? Egyéb kérdés? Hogy lehet egy állatot megáldani, mielőtt megölik? Indiánok ezt szokták, szibériai vadásznépek is szokták, megáldják az állatot, és utána leölik ez a szellemnek, ugye az állat szellemének a bocsánatát szeretné elnyerni, és ez általában akkor azokban a kultúrákban szokásos, ahol még ez fontos volt, a természettel való egység fontos volt, és hát arra a mai világban is rájövünk, hogy az ember és a természet nem igazán kompatibilis. A Föld alapból egy hatalmas kihívás, hogy te itt hogy élsz túl. És Régebben, amikor nem sportból és profitból öltek, hanem csak a létfenntartáshoz kellett, akkor ezt egyes népek elvégezték. Azért, hogy megbékítsék az állat szellemét, mert ha nem, akkor visszajön lidérces álmában a vadásznak, és hát ezt senki nem szerette volna, hogy egy ilyen bosszú álló csordával legyen a törzs körülvéve. Egy biztos, hogy a, hogyha például a Mahajánában valakinek állatot kell ölnie valamilyen okból, ez számos lehet, hogy állati terméket kell fogyasztania, akkor a Námu-Amitábul mantrát mondja el kilencszer. Az amitábul az szó szerint a felmérhetetlen vagy a végtelenség budhája, még közelebbről végtelen tér, végtelen idő butha. Sanskritból az Amida vagy amitrából következik, ami az álmint mint fosztóképző, a mitra, méter, a felmérhetetlen. Az a szép, hogy nincs mögötte inkarnáció. Tehát nincs mögötte egy olyan személy, hogy ki tudnám mutatni. Ez Sákja Butha, ő volt a Sziddárt, és így ült. Amit a Buthának rengeteg szobra van, ez a mudra, tanító mudra, és nincs mögötte személy. Ez egy mahaján a megszemélyesítése annak, ami nem fogható szóba és nem önthető formába, a végtelen térnek és a végtelen időnek. Na most a kínai népi vallásosságban ez a nirvána behelyettesítése, hogyha a napnyugati tiszta földet említik, és a napnyugati tiszta föld kirája amitápa, hatalmas amitápa kultusz van a mai napig Kínában, ezt hívják származtatott buddhizmusnak, mert a lényeget származtatta egy formába, és a formához kötődik, és visszaírni a lényegbe már sokkal nehezebb. Tehát már nem tud fogalmak nélkül működni, ezért lett tételes vallás, egy elég jó vallás belőle, mert elég szelíd. Tehát az állat lelkét ezzel a mozdulattal, hogy námu amitából kilencszer, lehet a tiszta föld felé küldeni, és ezáltal a karmát egy picikét megtisztítani. De ez nem áldás. Ez nem az a pontosan, amire kérdezel, de ennek azt hiszem, hogy egy transformált, emelkedett változata az, amit most elmondtam. Köszönöm. Szívesen. Te, mint az önismeret mestere, ha, és... A, nem. Zenmester, nem önismeret mestere. Az más. Önismeret mestere, tudok nagyon jó pszichológusokat mondani neked. Itt az önismeret, az egy melléktermék, és én hú, hú, nekem még rengeteg házi feladatom van ez ügyben, mert a nyugaton az én az első... Keleten az én az utolsó. Uh -huh. Értelek. Akkor te mint zenmester. Mi a célod, és hova szeretnél fejlődni? Mit szeretnél én elérni? Én szeretnék az okos kérdéseket egyszerűen megválaszolni. Szerintem ez a fejlődésnek egy nagyon jó útja. Egyébként, ha elmondod, hogy miért kérdezed és miért érdekel, akkor lehet, hogy egy mélyebb választ tudok neked adni. Azért kérdezem, mert jelenleg nekem Nincs úgy kimondott célom. Hogyha nekem tennék ezt fel ezt a kérdést... Nem tudnád. Akkor nem tudnám. És én Itt meghajlak van. a nem tudomban. Tudod miért? Mert ez eredetileg információhiány, aztán kiderül, hogy ez a téves nézetektől való mentesség, aztán pedig az is, hogy a nagy nem tudom, az elvisz a nem tudhatóig. A nem tudható, de tapasztalható önvalóig. Úgyhogy merülj el ebben a nem tudomban. Nagyon jó lesz. Rendben. Köszönöm szépen. Szívesen. Mindig így a magányt keresem, és hogy csak akkor vagyok igazán komfortos, amikor egyedül vagyok, és hogy ez nem tudom, hogy hogy induljak el, hogy ezen változtassak. Szeretnél változtatni rajta? Úgy érzem, hogy gátol. Azt, hogy mindig csak. Miben gátol? Kapcsolatokban, meg. Tehát, hogy nem érzem magam biztonságban, amikor nem egyedül vagyok. Ha ennek van értelme. Az egyedüllét és a magány számodra azonos, vagy különböző? Különböző egyébként én Tehát sosem vagyok jó, ír... magányos, amikor egyedül vagyok. Na látod. Okay. És félhetsz attól, hogy ez a magány meg lesz, ha esetleg egy kapcsolatba kerülsz. Ennyire paradox az ember. Lehet. Mitől félsz valójában, hogyha elindulsz egy kapcsolat felé? az, hogy a fájdalomtól talán, tehát inkább, hogy más Ó nem, az egy oszok. következmény. Azelőtt még nagyon sok minden van. Igen, és én rögtön arra szoktam így. Vagy, vagy nekem van fájdalom, és így nem érzem magam komfortosan. A komfort már sokkal korábban megszűnik. Igen. van most párkapcsolatod? Igen, van. Itt ül melletted? Igen. Hát akkor álljon fel, és mondja el, hogy ő mit érez egyedül létben. Nekem nagyon komfortos tud lenni az egyedül lét, de ugyan. Ennyire... Megtaláltátok egymást. Hát ez gyönyörű. És olyan van, hogy együtt ültök a napaliban, és azt mondtad, hogy szívem, te is egyedül vagy, én is egyedül vagyok, így szeretjük egymást igazán. Részemről van ilyen. És a párod részéről? Előfordul? Hát, akkor én nekem itt nincs dolgom. Megtaláltátok egymást, ez egy kicsit érdekes kérdés volt, hogy ott ül melletted szíved választotja, és azt kérdezed, hogy hogyan indulsz el a kapcsolatok felé. Figyeled az ellentmondást? Igen. Nem és tudom. közben mosolyogsz, nagyon furfangos vagy I... te, hallod. Hát, az lehet. Nem tudom, ez az, az ilyen komfortzónak az, hogy nincs biztonságérzetem, tehát hogy se családdal, se barátokkal. Nem vagyok illetékes, nem melletted ül a párod, ő a biztonságérzetednek a... Teljes garanciája. De nem lehet, hogy magamban nem érzek biztonságérzetet? Az Tehát, nagyon kérdés. Nem tudom, hogy azon, vagy Tessék annak, anyukát. Mi lehet a... egy, egy kicsikét kérdezgetni, hogy az ő magányérzete hogyan jött át hozzád. Női vonal. Ó. Jó. Jó. Köszönöm szépen. Nem segíthettem sokat, de örülj neki, jobb ez így. Tessék a párral kidolgozni ezt, és akkor egyensúlyba fogtok kerülni. Van olyan, hogy párkapcsolaton belüli önállóság. Ezt azért, mint autonóm lények, ezt tudjuk. És akik nagyon mélyen bólogatnak, azok nagyon sokat harcoltak <laughs> ez ügyben. És vagy nyertek, vagy nem. Tehát, hogyha túl önálló és autonóm az ember, akkor annyira a saját szempontjai lesznek előtérben, hogy a párkapcsolat rovására megy, akár a bomlását is elődészheti. Az ellenkező szélsőség pedig az, hogy annyira összeolvadunk a másikkal, hogy teljesen a következményévé válunk. Nehogy azt itt, hogy ez a másik szélsőség, a teljes összeolvadás, az jó. Nem marad szönnáló. Teljesen a másik függvényévé és következményévé válsz. Ez általában hat hónap és egy év között szokott bomlani egy intenzív, intim kapcsolatban, mert addigra kapsz annyi impulzust a másiktól, hogy tud, hogy ez tényleg nem te vagy. Tehát ez nagyon-nagyon nem te vagy. És a felébredés felé vezető út, az például ezekkel a csalódásokkal van kikövezve, és örülj neki. Örülj neki. Ezt jobb korábban elintézni, hogy a paradoxit úgy hangzik, hogy önállóságunk teljes tudatában tudunk teljesen egybe tartozni. Összetartozni. Ha a párkapcsolaton beli önállóságot nem élted meg, akkor gyerek maradtál, és a párkapcsolat valamilyen pótszer lesz, valamilyen komplexus kiszolgálója lesz. Oké? Okay? És hogyha felnőttél, akkor egyszerre tudsz úgy önmagad lenni, hogy a másikra teljesen tudsz figyelni. Tehát egyszerre vagy vele is, és önmagaddal is teljes harmóniában. Ez a munka hogyan lehet jól segíteni. Mert ugye adj enni az éhezőnek, adj enni a szomjazónak, de hogy például, amikor egy hajléktalan oda jön hozzám, és ugye pénzt kér, akkor már nem szoktam neki adni, mert ugye az nem szünteti meg a problémát, ugyanúgy fog pénzt kérni másnap is. Figyelj, én egy időben, mint egy mágnes vonzottam a hajléktalanokat. is, és... sajnos. Ugye? Vagy nem, hát nem sajnos. sajnos. Nagyon jó tanítók. Én többel beszéltem, és még így a környéken hódmezővásárhely, és távol a Budapest is. Volt egy időszak, amikor szerintem az univerzum engem így tesztelt, hogy mennyire viszonyulok hozzájuk jól. És a következő tapasztalatokról számolhatok be, ezt sokan ismerhetitek, de muszáj ide tennem. Ahhoz, hogy valaki hajléktalan legyen, rengeteg döntést kellett hoznia. Ez nem megy nulláról egyre egy kapcsoló átfordításával. Tehát az, hogy te elveszítetted a biztonsági zónádat, a lakásodat, az albérletedet, a jövedelmedet, ehhez nagyon-nagyon sok döntést kellett hozni, amelyet ők nagy részt nem láttak át, vagy nem akartak átlánti. Ez, amit most hallasz, ez nem áldozathibáztatás, hanem annak a kimutatása, hogy egyszerre vagyunk elkövetőek és áldozatok. Tehát ha elkövetők és áldozatok egyszerre megszűnünk lenni, akkor szabadulunk meg, és ebben a helyzetben, amiben ők vannak, egy együttérző, de nagyon reális mozdulat sokkal többet segít, mint hogyha akár elutasítod őket, akár pedig felülsz a láthatóan illuzórikus kérdések, mert ott, hogy almabor lesz belőle, és nem szendvics. És akkor megkérdezed, hogy valójában mire van szükséged. És Estergomban a Tesco parkolóból bejött velem a hajléktalan, és a Dompepében vettem neki különböző dolgokat, egy tálcányi kaját, és meg is néztem, hogy elkezdje, hogy eszi és nem teszi be zacsiba. Érted? Hát valójában mire van szükséged? Mert annyira gyenge a center, hogy mond valamit, és a következő például ez már más. És ekkor elkezdheted kihúzni. De csak mentálisan. Tehát veszel neki kaját, ételt. Van, amikor visszautasítja, az a legszebb. Vagy buszjegy, tudod, buszállomások környékén, hogy már csak ezer forint kellene a buszjegyemhez. Megvan? Jó. Hát kb. annyi egy nyalat, nyakolaj. A lényeg az, hogy ez egy, ez egy kökemény játék, és hogyha nagyon szélsőséges vagy, akkor újabb és újabb tanításokat fogsz kapni, hogy nem oldottad meg jól az egyenletet. És hogyha emberként tekintesz rájuk, de a helyzetüknek megfelelően, tehát nem föl és nem alább, mint ahol vannak, onnan természetes módon a tanítás látszata nélkül tudod őket segíteni, és itt tanítani. Itt válik el a legjobban az, hogy mit akarsz, és mire van szükséged. Mert akar, az nem az, amire szüksége van. És az a fájdalom, hogy néha amire szüksége van, azt sem akarja, és itt van a titok. Annyira valamilyen mentális fal mögött tud lenni, a büszkeségtől kezdve a megbántottságig, a haragig, áldozat tudat. egyszerűen nem is akarnak sokszor már följebb lépni, és én kívánom, hogy ez ne így legyen, de nagyon kevés esetben láttam ezt. Volt egy kedvenc hajléktalanom, ő a Szondi utca és a Dózsa György út sarkán állt, egy csak úgy hívtam, hogy a hold arcú öregember tiszta volt, nem volt alkoholszaga. És jó hosszú volt a piros egy időben, és megkérdeztem, hogy mi történt. A feleségem kirúgott négy éve, ennyi történt. És ő nem perelt, nem emberkedett ott át, és egy, idej, egy, időben eltűnt, és már kicsit aggódtam, mert hetente egyszer biztosan arra jártam, de néha többször is. És nagyon szimpatikus volt, adtam is neki egy kis segítséget, és eltűnt, és egyszer csak viszont látom egy tömegközlekedési járművön kb. két évvel később. És megismert, és megkérdeztem, hogy, hogy mi történt. Egy család befogadott. Tehát ilyen is van. Tehát ki akart kerülni onnan, és kikerülésre alkalmas állapotban tartotta magát. Tiszta volt, rendezett volt, nem kezdett el nem kezdett el sajnálni önmagát. Látta, hogy ezt tette vele az élet, tehát egyenlő, korábbi karmája, felvállalta, hogy ebből ő kijön, alkalmassá tette magát, és ki is jött. És van, aki ezt nem teszi meg, van, aki ott hal meg. Tehát itt nagyon eldől, hogy te ki vagy. És azzal a jelenléttel, amivel te ezt a segítséget adod neki, azzal már tanítod, már meghúzol egy láthatatlan egyenest, hogyha ő ki akar jönni, akkor ki tud. Mert megkapja, amire szüksége van de azt, amit akar, az nagyon sokáig nem lesz. Ha jó a karmája, ha helyes a hozzáállás, akkor azt, amire szüksége van, azt megkapja. Volt egy indiai útja egy gyakorló csoportnak, ezen én nem voltam jelen, de aki ott volt, ő jelentette ezt a történetet. Hát Nepába mentek a négy szent helyből, ahol a buddha született, elhagyta a palotát, gyakorolt és elérte a megvilágosodást és megforgatta a tankerekét. Ebből a négy szent helyből három nepában van. És ez a nagy zarándoklat, ez annak szólt, és ott tibetiek, nepáliak, kínaiak, ott mindenki van, bodgájában, ott hát elképesztő templom özön van, és így koldus özön is. És a csoport így mendegélt, mendegélt, és egyszerűen csak láttak egy tibeti rinpocsi által vezetett csoportot, és hát főleg nyugatiak voltak, ugye, és ilyenkor a koldusok ugye, dupla koreográfiával, hogy hát hogyha valami. És a rinpocsi oda ment egy ilyen szilkéhez, oda ment a koldushoz, kivette a cuccot és megette. És így nézett a koldusra. Aki vérprofi lehetett, mert megértette. És mosolygott, és nem kínyában. Megértette, hogy nem szabad azt hinni, hogy nincs semmie. Ő is tud adni. Őnek is van valami, amit megoszthat az emberiséggel. És hogy ezek után mi lett vele, nem tudjuk, de ez egy ilyen kőkemény paradigmaváltás lehetett a profi koldus életében, hogy változtasson. Úgyhogy lehet. Egyéb kérdés? Tessék. Szóval, hogy az a problémám sokszor, hogy ö, így beleesek így a nihilizmusba. Tehát, hogy. Ö, és nem tudom, hogy mivel lehet a gond, hogy az irányvételem nem megfelelő, nem. tehát nincs cél. Raga, ragaszkodsz a gondolkodásodhoz. Azt pedig mindig belevisz a nihilbe, mert az abstrakció mögött mindig a semmi van. az abstrakcióval és az intelligenciával meg akarjuk ragadni a mindent, a teljeset, el akarjuk gondolni, a teljességet. És azt nem megy. És amikor rájövünk, hogy nem megy, akkor nihil vissza. Ilyenkor egyetlen egy kérdés segít. Mi a dolgom? Mi a dolgom? Épp most mi a dolgom? Ez még önös, ez a semmi baj nincs, de a következő, ami tényleg kipenderít ebből a hideg pokolból, az az, hogy miben segíthetek. Ehhez viszont egy olyan motiváció kell, ami nem tőlem jön, hanem onnan belülről, belőled. Mert kiderül, hogyha másoknak segítesz, az ugyanolyan jó, mint hogyha magadnak segítettél, de másokkal kell kezdeni. Tehát a lényeg szintjén ugyanaz, a forma szintjén különböző. De nagyon világosan kell a világhoz viszonyulni ahhoz, hogy az utadat meglásd. És ha mi a dolgommal, meglátod az utadat. Viszont az úton maradni csak úgy tudsz, hogy segítesz másoknak. Oké? Okay? Nem túl régen botlottam bele az interneten a honlapokba, és ugye ott rögtön az első, azaz bizonyos evőcsészés, Kohan. Azt még nem vették le? Húra. Még nem. Hát lefogjuk. Oké. Okay. Csak útba van. Ö, jöhet a következő. Mert ugye ez is olyan volt, hogy elolvastam, és akkor ö, nekem rögtön az jött le, hogy. Az evőcsészés után van a szél és a zászló, szeretnéd? Ö, egy pillanat, mindjárt, hogy mi a problémám a történettel. <síthat> És Igen? utána jöhet. Tehát nekem rögtön, ahogy elolvastam, szinte azonnal bevillant, hogy hát basszus, ezek az ilyen nagy dolgoknak az elsajátítását, ezt lépésről lépésről lehet. Elmosom az evőcsészét, elmosom az evőeszköz, stb. stb. hogy hát ez miért nem volt egyértelmű ennek a szerzetesnek. És akkor utána rögtön jött ez, hogy na várjunk már, lehet, hogy nem is erről szól a történet. Na végre. És ugye. Utána keresgéltem az interneten, találkoztam más kuanokkal is, és ott is ez volt, hogy volt egy adekvát rögtön csettintésre egy válasz, és utána meg elkezdtem rajta töprengeni, hogy nem biztos, hogy erről szól a történet. Ezért kell eljönni egy elvonulásra, ahol kiderül, hogy tényleg miről szól a történet? Tehát akkor nem én, nem én csinálom rosszul, hanem akkor tulajdonképpen ez ennek a történetnek a célja. De jó se. De jó se, így van, mert akkor, hogy, ha jól csinálnám, akkor nem lennének két helyeim. Így van. Na ez az, hogy hogy akkor mi a helyes? Akkor én kitartok az a, az a mellett, a válasz mellett, amiben nem rögtön megfogalmazódott. De ne tarts ki mellette. Akkor... És ne is vesd el. Tedd szépen fel egy memóriapolcra, mielőtt így elhúzod a függönyt, hogy az ott van. Uh -huh. Eljössz egy elvonulásra, és ha van haszna ennek az entanító féle formának, az, hogy működik. Tehát, hogy úgy működöm, hogy elém hozod a koant, megpróbálod megválaszolni, és azt mondom, hogy 15 százalék. Erre te lógóra visszamész a vánkosra, megfogadod, hogy többet ide az életbe el nem jössz, és másnap újult erővel oda csapsz a padlóra, és megpróbálod megválaszolni, mire az erdmester azt mondja, hogy 25 százalék. Akkor már tényleg a maradék hajad is kihullik, és a, így szorongatod a Sluszkulcsodat, hogy te most azonnal elmész a parkolóba, és lezúzod az előtted álló autót, és hazarongyolsz, és valahogy mégsem. És a körbeszélgetésre pedig e, megfogalmazódik az a szándék, hogy kér még egy interjút, amit én nagy nehezen, így duzzogva garantálok neked, és akkor kiderül, hogy 70. És a 70 százalék után visszajössz a következő elvonulásra is. Most a valóságban az van, hogy Szungszen mester, géniuszának és megvilágosodott tudatának egyaránt legyen hála, mert a kettő nem egyenlő. Egy olyan rendszert állított fel, ahol az elme az elején otthon van. Tehát olyan nincs, hogy átlag intelligenciával, átlag képességekkel valaki az első pár nem menne át boldogan és a biztonságérzet hamis illúziójával. Mindenki átmegy. Ha csak nem gátolod lemagad, nem ütöd szét a figyelmedet, mindenki átmegy. És így szép, lassan emelkedik a nehézségi fok. Úgy tudnám ezt szemléltetni, hogy elsősorban a gondolkodó intellektusod ugye megoldja, négyszer százas váltóban az első atléta így a botot így megragadja, és boldog tudattal rohan. Aztán látja, hogy hát ez így nem lesz elég, át kell adni az érzelmi intelligenciának, és akkor a következő százasban az fut, és hát utána jön, hát már nem maradt más, mint az eddig felhalmozott karma. Az a szokás, amiből így a reflexek kialakultak. Az már nem is nagyon gondolat, nem is nagyon érzelmi paradigma, az úgy benned van, apa, anya, család. És akkor már abból dolgozol. És ez a harmadik is kimerül, mert egyszer csak ez a karma, ez a szokás is, mint tárház megszűnik újat szolgáltatni. És akkor a negyedik, átléta az az intuíció. És az intuíció az az önvalód közvetlen megnyilatkozása, a tiszta tükör pillanatban való működése. És ezért gyakorlunk, hogy a tiszta, tükörszerű térszerű, nem tudható csak tapasztalható minőség az intuíció működésével lássa az igazságot és oldja meg a feladatokat helyesen. Uh -huh. Lényeg tapasztalata igazság látása és a működéssel való egyéválás. Ez a kuan praxis, és hogyha ez érdekel, akkor tényleg elvonulni kéne, és interaktívvá kéne tenni, és nem elvetni vagy megtartani azokat a válaszokat, amelyek tényleg a, a te gyönyörű elmédből ugyan származhatnak, de semmiféle bizonyíték nincs arra, hogy hamisak vagy igazak. Úgyhogy szeretettel várunk utóiratban a praxisról még annyit, hogy nem kell tőle félni, mert én sem tudom. Csinálom, de nem tudom. Miért? Mert nem lehet tudni. Azt a körítést, amit te szútrából, pszichológiából, történelemből, irodalomból, fizikából és egyéb ilyen kis segédtudományokból hallasz, az azért van, hogy a nem tudom ne lehessen összecserélhető Pusztán az információ hiánya. Ez a nem tudom a téves nézetektől való mentesség és a gondolkodás meghaladása, nem pedig műveletlenség. A Kuan az a paradoxra épül. Meghaladja az ortodoxot. Ortodoxiával sincs semmi baj. Tudjátok, mi az? A bevett tudás ortosz és doxa. A tudást megkerülő, meghaladó az a paradox. Oké? Okay? És egy olyan praxis, amely az intuitív meglátásra épül, az szükségszerűen paradox, mert az intuíció nem értelmi és nem érzelmi intelligencia. Az intuitív jel annyira finom, hogy mind az értelmi, mind az érzelmi karmát le kell hántanod magadról, hogy egyáltalán meghald. Tehát aki túl okos, az ragaszkodik a gondolkodásához. Aki túl érzelmes, az ragaszkodik az érzelmeihez. Aki az úton jár, az nem azonosul ezekkel, hanem ezt a karmát félreteszi, hogy a tudat a tükre ezt az elképesztő finom jeltartományt érzékelje, ami az intuitív működés. A paradox ahhoz kell, hogy az elméd megálljon. A dualitásoknak a motorját ne tudja tovább forgatni. Képzeletben az olyan, mintha egy svájci órába hirtelen egy partvisnyelet beledugnak. Ez egy nagyon durva érzés. Így, és a fogaskerekek így, így megállnak. De ez a mozdulatlanság, ez a mozdulatlan tudat, ez kell. És egy idő után ebből a nem tudomból egy nagyon világos, tiszta, tükörszerű, térszerű tudat lesz. És egy hasonlattal zárom a kuánok fejtését, Mindenki ismeri a csillagvizsgálókat, én tudom. Az összes csillagvizsgáló működésével tisztában vagyunk. Miért? Mert valójában mi vizsgáljuk a csillagokat. A valóságban odakint, hogyha megnézed, ezek a szuper távcsövek mind valamilyen hegyvidéki, sziget, sivatag, olyan helyen vannak, ahol nincs közvilágítás, nincsenek nagyvárosok, nincsenek nagyföldi fényforrások. Miért? mert a fényszennyezéstől nem lehetne a távcsövet használni. Tehát fényszegény helyekre mennek azért, hogy a több száz millió, néha több milliárd fényévre lévő fényforrásokat lássák. Na ez a különbség a zaj és a jel között. A saját karmádnak az állandó rezgése és az intuitív ráérzés között. Mind a kettő fotomból van, mindegyik lefordítódik valahogy gondolatra, érzelemre, beszédre, cselekedetre, érzékszervi hatásra. De a forrás más. És a forrás annyira más, hogyha nem kapcsolom ki a közvilágítást, az elmének az állandó okosságát, az érzelem állandó kifinomultságát, akkor az intuitív jel nincs meg. Ezért meditálunk, ezért gyakorlunk. Mert az önvaló, az egész, az teljes. Ott nem az egoitásod, dualitásai adnak választ. Ott a teljességből jön a válasz, és épp ezért ez nagyon más, mint a szokásszerű énség működése. A karmikus személyiség megnyilatkozása. Itt egy olyan transformációról van szó, mely munka nélkül, illúzióvesztés nélkül nincs meg. Ezért vagyunk nagyon nyíltak és világosak ezügyben, hogy be kell fektetni a munkát ahhoz, hogy te a fényszennyezéstől mentes helyre építsd a távcsövedet, és meglásd azt, ami az univerzumban van. Ezért gyakorlunk, ezért meditálunk, ezért vagyunk csendben a középhaladótól fölfelé lévő elvonulástípusokban. Az alatt pedig csak egy kicsit vagyunk csendben az egynaposokon nincs kötelező csend, de olyan visszafogott kommunikáció van, zentáborban is. Miért? Nehogy azt hidd, hogy téged nem szeret valaki azért, mert nem szól hozzád. Vagy korlátoz téged azért, mert nem szólhatsz másokhoz. Tehát ezt a szintet ezt meg kell ugrani, de itt is lépésről lépésre. És úgy tűnik, hogy ha a tapasztalat meggyőz téged, és mi más győzzöm meg az ember, mert én nem foglak, akkor haladsz az úton, mert rájössz arra, hogy a teljesség kell, és nem a részigasságok. Ezért dolgozunk, ezért gyakorlunk. Egyéb kérdés? Azt szeretném kérdezni, hogy hogy lehet jól dönteni, mármint az a Pát? bajom. Rendszert? Mit szeretnél dönteni? Akármit az életben, mert az a bajom, hogy egy csomószor a logikus Nézd gondolataim... Nézd jobbra döntöm, balra döntöm. Te mit szeretnél eldöntni? Olyan absztrakt vagy, mint amennyire tüzes a hajcsóvád. Tehát elbújsz a szavaid mögé. Hát sok mindent, akár egy vásárlást, akár egy utazást, akár Ezt egy munkavállalást. De nem ez, ne, nem ez a kérdés. nem hanem az... Mi a kérdés? Most már tényleg kíváncsi vagyok. Mondjad! Az, hogy amikor dönt az ember, akkor egy csomó mindent vágyik, meg egy csomó minden logikus, és a kettő nem ugyanaz és hogy, hogy lehet ezt a helyes utat megtalálni, hogy a logikus döntse, vagy azt, amire vágyik. A logika és a vágy mellől lehagytad a félelmet és a haragot. Mert ugye érzelem Igen. egy, a pozitív, ugye a vágy, nem vágy, csak akarsz valamit. Igen. Negatív, félünk, lehet, hogy pont a tapasztalat tanít, úgyhogy vigyázzá. Vagy a logika, amikor szépen elkezdesz rendszert építeni, modellezni, és a többi. Ha azt mondom, hogy egyik sem, akkor az segít neked? Lehet. Na most mondd el, légy szíves, hogy ténylegesen mi a probléma. Hát, több problémám van. Csak ez most A legnagyobb. Rúztam. A legnagyobb. Mert most megint elbújtál a mosolyod mögé, és azt akarod, hogy úgy válaszoljam meg a kérdésedet, hogy nem teszed föl. Tedd föl. Mit tudom én, az egyik például most, hogy külföldre menjek dolgozni, vagy Magyarországon maradjak, vagy... Logikusabb lenne külföldre. Nem vagyok benni, tanár, de Mert anyagilag úgy a logikusabb, meg az egész politikai helyzet miatt mindegy, a másik pedig sokkal kényelmesebb, meg vonzóbb Magyarországon maradni. Uh -huh. Kényelmesebb? Ez egy gondold el. <laughs> Most éppen <laughs> úgy. Tűnik. Azt megértem. <laughs> 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 miért maradnál itthon, miért mennél külföldre? Ezt belül el kell tudnod dönteni, és én ilyen. Remélem nem tűnök áruhás életvezetési tanácsadónak, vagy kucsnak, vagy ilyen trénernek, vagy ilyen hasonlónak. Ugye, ugye nem gondolod ezt rólam? Nem. Na, örülök. Tehát a zen az megtanítja a tiszta tudat elérésének útját, melynek tükrében a választásod eredete és következménye jól látszik. A zen nem olyan, hogy elfogadja tőled a felelősség átruházását, mert ezzel a szabadságodat is elvennénk és ezt nem tesszük. Tehát megmarad a szabadságod és a felelősséged, csak hozzá a tudatod tisztasága megnövekszik annyira, hogy ezt te önállóan bizalommal gyakorolhatsd. Jó, megpróbálom. Vagyis hát nem vagy nagyon meggyőző, Nem, hallod. és nem. Még nem vagy kellően válsághelyzetben. Na, személyes példa, de nehogy kövesd, vigyázzál. Én nagyon kerestem az utamat már úgy éves koromtól, több mindenbe belekaptam akár több évig, akár csak pár hónapig, de ugye egy-két évnél nem volt rövidebb egyik érdeklődésem sem, és a leghosszabb az öt év volt. De nem találtam olyan hagyományra, lás tanító, tanítás, tanítványi közösség, ahol megmaradtam volna 24 éves koromig. Akkor találkoztam az ennál. És mihelyt azt mondtam, hogy ez az, az életem teljesen megváltozott, és három év múlva indult a külföld, egy év Amerika, hat év dél korea és utána haza. Én nem akartam menni, de az utam arra vezetett. Tehát ne azt döntsd el, hogy most külföld vagy Magyarország, ez az állás vagy az az állás, hanem hogy hol találod meg önmagad. Tehát hol vagy te az a személy, aki lenni szeretnél. Én nem tudtam, hogy mikor jövök haza. De a mester kezembe adta ezt a botot, és azt mondta, taníthatsz, ez volt 99-ben, és 2000-től az innas év után ez meg is indult. Onnantól kezdve három évig egy helyen kellett lennem, lehet utazni, de költözni nem. Aki növényt termeszt, az tudja. Nem lehet így átültetgetni szezonról szezonra. Meg kell gyökeresedni. És akkor nekem ez Magyarország volt, a hazám. És ezután jött az összes többi, hogy most vissza Ázsiába vagy sem. Tehát mindig el kellett dönteni, hogy az utam merre vezet, de ezen az úton haladva én valakivé válok. És hogyha kettőt összerakod, akkor nem nehéz. Nem nehéz a matek. Azzá válok, akivé szeretnék lenni. Olyan úton megyek, amelyben tudok hinni. És ez eldönti az összes többi részletkérdést. Jó? Jó. És lenne még egy kérdés, amit teljesen... Vigyázzunk lesz. vele, vigyázzunk vele. <laughs> a másik kérdésem pedig az, hogy én úgy érzem, hogy az egyetem kiölte belőlem teljesen a kreativitást. Én előtte mindig kreatív, meg alkotó személyiség uh -huh. voltam, de ahogy egyetemre jártam, és hogy végig szenvedtem, úgymond így letiltottam magam mindig, amikor én alkotókedvem volt, hogy ha ennyi energiám van, akkor inkább tanuljak, és így... Szépen. És ezt az egyetem tette veled? Hát, én úgy érzem, én ráfogom, de lehet, hogy nem. Én magammal, de azért a közelítünk, tettem, hogy tehát minél gyorsabban túl legyek ilyen rajta. Egy kis homlok lobotómiával távozna az egyetemről, ahonnan a kreatív sejtjeit onnan kiműtötték. Hát, elárulom neked, van, aki az egyetemen találja meg a kreativitását, de ott se a padba vagy a tanteremben, hanem magában. Ha te elengedted a kreativitásodat, vagy felcserélted másra, az nem az egyetem hibája, az a tiéd. Hm. Valójában azt a szakot végezted, amit akartál? Hát már nem vagyok benne biztos. Látod? Olyan tanítóid voltak, akikre fölnéztél? Oh, nem. Na Tehát itt a tárgyi és az alanyi feltétel sem volt meg rendesen. Magyarul, nem választottál jól, ezért az energiáidat nem tetted bele. Akkor hogy várod el, hogy kreatív légy? Uh -huh. Tessék találni valamit, amiben hiszel, olyan környezetet emberileg, akikben bízol, és legyél bátor menni az úton. Oké? Okay? Jó, köszönöm szépen. Szívesen. Egyéb kérdés? Hogy kell jól egy családi életet élni Gyugort. Ott van melletted, ő Igen. megmondja. Igazából a sztori lényeg az az, hogy az elmúlt években én egy elég jó depresszión vagyok túl, vagy abból jövök ki egyébként. Köszönöm szépen, sokat segítettek a, a, szavaid. És közben két kisgyerekünk van, négy és két évesek, és most egy, egy kicsit most mind a ketten hullámzunk, illetve úgy érzem, hogy a feleségem is egy, egy kicsit követett engem ebbe a, ebbe a helyzetbe, és hogy mi a, mi a jó ö, ö, következő lépés, vagy hogy milyen irányba kellene, hogy... És ezt értsd jól, a gyerek akkora energiaforrás, én, mint én, amennyit bele is kell tenni. Én, Tehát én, tessék én nekem, egy nekem hatalmas is... energiakört alkotni a gyerekekkel. Mi a depresszió? A depresszió energiahiány. Ja. Angolul depression, amikor nincs elég nyomás belül. Az oppression, az oppresszió, ami nem diagnózis, de nagyon sokan elnyomottságérzéstől szenvedünk, az a túlnyomás, túl nagy nyomás van kívülről vagy belülről. Most a gyerek a legszeretettelébb és a legnagyobb nyomást tudja helyezni a szülőre. Tehát, hogyha az energiakapcsolat a gyerekekkel megvan, létezhetetlen, hogy a depressziós sokáig tartson. Igen, bele lehet esni. Érzelmi vermek, régi karmikus aknák, Rálépsz, beszakad, kész. De utána ott van a pár és a két gyerek, ez elképesztő hajtóműveknek kellene, hogy legyenek. Engem konkrétan ez hozott ki, tehát egyértelműen a legmélyebb pillanatokban is a gyerekem ölelése volt, az Úgy, a kép, ami, ami, ami magam előtt volt. E, igazából most meg egy kicsit szeretnék segíteni a feleségemnek, hogy ő hogyan, hogyan élje ezt, meg hogyan jöjjön kiből. És igazából a kérdés valóban erre akart kifutni, hogy hogy én, én miben, vagy hogyan kell, hogy segítsek, vagy hogyan tudok segíteni neki. Jó, add át a párodnak a mikrofont. Bocsánat. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy átvetted. Mond, mire van szükséged a férjettől? Hát az elmúlt napokban azt kérdezgette, hogy tegyen fel a kérdésem, de egyszerűen nem tudom, hogy mi a kérdésem. Nem a kérdésedről beszéltünk. Arról beszéltünk, hogy mire van szükséged a férjedtől. Erre tudsz mondani valamit? Nagyon sokat gondolkodtam rajta, de nem, mert az a helyzet, hogy a... Nem tudom megfogalmazni. Igazából boldog vagyok, mert hogy ott vannak a gyerekeim, de valahogy van az a lépés, amikor beszakadok, és ezt, ezt nem tudom feldolgozni. Mi szakad be belül? Hát gyakorlatilag minden. Nem? Valami megmarad, aminek a létráján kijössz. Milyen karma szakad be? Gondolati? Érzelmi? Szóbeli? Tedbéli? Érzékszervi? Mi szakad be? Inkább érzelmi. Oké. Okay. Hogy jössz ki? Hát a gyerekém és a férjem által. Oké. Okay. Tehát mi mire lettem? van szükséged a férjettől? Hát ő magára, hogy ott legyen. Itt is a magából nem mindent ad egyszerre, bár odaadó embernek tűnik, hanem például azt a gondolkodásmódot, azt a bizalmat, azt a cselekvésmódot, ami az érzelmi beszakadásból téged kiszed. Így van? Így. Akkor erre van szükséged a férjedből. Ezekben a helyzetekben. Ezt belül ki kell tudni mondani. És ki kell tudni nyilvánítani felé. Tehát az, hogy nincs szükségem így különösebben semmire, ez vagy a legjobb, vagy a legrosszabb mondat a kapcsolatokban. Tehát Igazából. egymásra szükségünk van párkapcsolatban, családban, mert egy érzelmi, gondolati, egyéb egzisztenciális síkon is jól látható szimbiózisban élünk. A család intimitása amennyire szoros, annyira kőkemény, mert nem tudjuk nem látni egymást. Még azt is meglátjuk a másikban, ami nincs is ott. Ugye? Ez van. Tehát az egymás tisztánlátásából lehet nagyon sok energiát nyerni, és egymás rosszul látásából lehet a legtöbb energiát veszíteni. Jól látod-e őt? Jól látod-e magadat? Férjed, jól lát -e téged? Jól látja-e önmagát? És itt még a gyerekről szó se volt. Máté Gábornak van egy igen hosszú házassága, ahol nagyon sok mindenen keresztül mentek a feleségével, és van egy olyan technikája, amit én is kipróbáltam a saját családomban, és működik. Ez úgy működik, kérem szépen, hogy öt perc mindenkinek. Tehát öt percig hallgatod, amit a férjed mond, és nem reagálsz, csak megérted, és hallgatod, és figyelsz. És utána öt percig beszélsz te, amikor ő sem reagál. És ezek után lehet tovább folytatni, de a szent indítás a kétszer öt perc. Amikor ezt Annettal megcsináltuk, utána ilyen másfél-két órás beszélgetések lettek belőle, és valahogy ettől, hogy merjem kimondani, tudjam meghallgatni, ettől elkezdtek a csomók a palacsintatésztában így maguktól eloszlani. És még nem is kell különböző konfliktust keresni, vagy megoldani, mindenki jön. Tehát igen, az energiacsere nagy részt a kommunikáción múlik, nem csak a verbálison, de azon is. Jó? Értem, köszönöm. Szívesen. Köszönöm. Nagyon szívesen. Egyéb kérdés? A lélek visszatér és testet ölt. Hogy ha most visszanézünk 200 évet, nem voltunk ennyien, és most lassan 8 milliárdan leszünk. Hogy egy, most nem tudom, buta kérdést teszek föl, a lélek az osztódhat, mert szaporodunk, többen vagyunk. Fogalmam sincs. Hát én azt gondolom, hogy a, a világegyetemben van, van elég hely. Tehát annyi lélek lehet, amennyi, és hogyha most egy ilyen kis, ö, azt mondom, Gyors egy csomó lélek az emberi létformát szeretné megtapasztalni, jöhet az nagyon sok helyről. És csak úgy van? Csak úgy nincs? A saját lelkedet Értem. törődjél most. Világos, hogy. hogy Értem. Világos, hogy uh -huh. 8 milliárd, és akkor felteszi a kérdést, hogy raktár valamikor kiürül, és akkor egyszer csak jön egy humán 2.0? Nem, nem, nem ameddig mi szaporodunk, addig ilyen túlig, tehát Teréz anyától Adolf Hitlerig ebben a vertikumban jönnek a lelkek, és járjuk az utat együtt. Úgyhogy nagyon sok elmélet terjeng, de ezek mind haszna vehetetlenek, mert a másik végét, a végtelent, a több száz milliárd galaxis, azt nem látjuk. Még a látott univerzum is 4%-a az egyébként létezőnek, mert most már hogy kapizsgálják, hogy ez az egész mérviselkedik így, és 96%-át nem látjuk, csak a hatását érzékeljük, annak az anyagnak és energiának, ami nem érzékelhető, legalábbis eddig még nem. De a hatását, az árnyékát, a vonzását, taszítását azt érzékeltük. Szerintem ez egy rendkívül izgalmas időszak, mert egy csomó mindent felfedezhetünk belül is, kívül is megvannak a belső eszközeink, meg a külső is, távcsövek James Webb fölötték, és a meditáció pedig lejött a hegyről különböző hagyományok köntöseiben, és a belső felfedezés útja is elindult. Tudod mit? Én nem mondom meg, hogy van-e reinkarnáció, vagy sincs. Semmilyen vélemét nem fog nyilvánítani, ha gyakorolsz, tapasztalsz, hogy a te életedben van-e több identitás, mint egy inkarnáció, szépen lerakva, mint a fának a gyűrűi, vagy sem. Lehet, hogy először vagy emberi testben, és nincs nyoma az összes többinek. Nem tudhatjuk. De mindaddig, amíg nem tapasztaljuk, joggal nem tudjuk, és ez nem róható föl senkinek. Tehát nem mondom meg azért, mert értelmes vagy, és jó kérdést tettél föl. Tehát képes vagy tovább lépni, és tapasztalni, Annyit azért elárulok, hogy a zenben max melléktermékként jöhet föl korábbi inkarnációs tapasztalat, ha volt. Mi ezt külön nem kutatjuk. Mi ennek a pillanatnak a tisztasságát igyekszünk elérni, ahogy a bevezető meditációban is gyöngét kísérletet tettünk rá. Miért tesszük ezt? Mert ebben a pillanatban összpontosul a múlt, a jelen és a jövő összes karmája. A pillanatban való tiszta, tükörszerű jelenlét, mint erőfeszítés azért fontos, mert az elé tornyosuló akadályok mind megmutatkoznak. És hogyha ez az akadály előző inkarnációbeli karma, akkor az is a felszíne jön. Ha pedig nem volt, akkor nem volt. És akkor nem kell vele foglalkozni. Tehát, hölgyeim és uraim, ha ez a pillanat tiszta, minden tiszta, ha ez a pillanat nem tiszta, Semmi sem tiszta. Házi feladat. Köszönöm a figyelmet.